Sziasztok! Múltkor az Arrakis bolygóról és a Dűne kalandos történetéről beszélgettünk. Most egy kicsit más típusú filmet veszünk gorcső alá. Az osztrák Adrian Goiginger A Róka című moziáról fogunk beszélgetni. Itt van velem Navarrai Mészáros Márton. Szia! Hello, Mágus! Szia! Sziasztok! És itt van velünk Radisics Milán fotóművész, aki maga mondja el, hogy ő hogyan kapcsolódik a rókához. Köszöntenek Milán itt nálunk. Sziasztok. A podcast stúdióban, köszönjük, hogy eljöttél. Nagyon kedves kis helység. Tetszik? Köszönjük, igen, hogy ezt igen, hallom, hogy új, hallom, hogy új. Viszonylag új, még szokjuk igencsak. Megtisztelő, hogy az egyik első beszélgetésünket te fogod közveműködőként színesíteni, gazdagabbá tenni. Hát mondjuk el, hogy melyik film kapcsán hívtuk meg. Der Fuchs, vagyis a Róka című osztrák film. Így van. Már értem is a kapcsolat. De hogy miért kötődik ez hozzád? Akkor igen, mondd el te. Hát én 2 éven keresztül fotóztam egy rókát, és mondhatni a családját is, de főleg a Roxy volt a főszereplő, és ez Bértes Kozmán volt. Nagyon-nagyon... Te ugye ott laksz. Hát majdnem. Szinte életvitelszerűen. Most is onnan jöttél? Szinte igen, délelőtt onnan jöttem. Tehát szinte életvitelszerűen Bértes Kozmán vagyok. Ez ugye Budapesttől 60 kilométerre, Csákvár mellett a Vértesi hegységekben egy nagyon szimpatikus kis zsákfalu, egy utcás zsákfalu, és hát nem reklámhelye, de tényleg az ország legszebb települése. Ez abból adódik, hogy a házak olyanok maradtak, amilyenek voltak 200 évvel ezelőtt, és nincs kádárkocka, nincs színes ház, az összes ház egyforma fehér sváb stílusú, és ez adja meg, hogy rendezett. Tehát ez adja meg a falunak a szépségét, és talán ez azért lehetséges, mert inkább már üdülő faluként használják, összességében talán 20-22-en laknak a faluba állandó jelleggel. Én így valahol a kettő között vagyok, mert én 3-4 napot kint töltök, 3-4 napot Budapesten, mikor hogyan, az elfoglaltságaim, meg a kint a fények, meg az időjárás, itt Budapesten a munka, mert hogy rendszeresen fotózok valamit, és visszatérve a kérdésetekre, tehát így tehát a róka. A róka is egyszer betévett az udvaromba, vagyis több mint valószínű ő mindig betévett, csak egyszer feltűnt, hogy betévett, és olyan gyorsan átsuhant az ablak előtt, hogy így meg is lepődtem, hogy mi ez, és másnap azt csináltam, hogy kiraktam az ételmaradékokat, és láttam, hogy elfogyott. Hoppá, hát ez akkor érdekes lesz, akkor következő nap valahogy ő is tanított engem, hogy akkor már nem az udvar végébe, akkor az ablak elé tettem el. És harmadik nap elkaptam, vagyis szemmel láttam, hogy na, róka, és akkor a sötét szobából figyeltem. És onnantól kezdve valahogy ez így alakult, hogy én a sötét szobából figyeltem, hogy mi történik, és egyre több lámpát raktam az udvarba, hogy az udvar ki legyen világítva, és közben rájöttem, hogy nem tudom úgy fotózni, hogy én kigugolok, vagy kibújok és fotózom, mert ugye sötétbe nem lehet élességet állítani, a kompozíció nem olyan, és az, hogy most puff, megörökítettem egy rókát, az fotóművészetileg, vagy riportszerűen nem izgalmas. Én viszont nem voltam felkészülve, bár most számoltuk, ugye itt a bevezetőben egy picit beszélgettünk, hogy én már 25 éve azért aktívan fotózok, és egy picit talán nagyképűen is, hát én már mindent láttam, fotóztam éjjel-nappal felülről, alulról, tehát ez, és nem. Tehát szembesültem azzal, hogy óriási lyukak vannak a tapasztalatba és tudásba is, és akkor ez így sarkalt engem arra, hogy fejlődjek a mozgásérzékelő technikákba, a rádiókioldókba, a vakuzással, vakuszinkronokkal, meg a vakucsatornákkal. Minden nap jöttem Budapestre, kell most ez, kell most az. Ez nem működött, akkor másnap meg én is így folyamatosan fejlődtem, még nagyon gyorsan pár hét alatt arra a szintre jutottam, hogy már ezeket tudtam jól kezelni, és akkor is jött egy érdekes tapasztalat, hogy hát tök jó, lefotóztam, de itt tovább kell menni. És
Tehát nem volt előzetesen kimondott célod, amikor először láttad? Hát előzetesen nem, előzetesen tudod, ez a... Ez a Covid alatt volt, azért azt is tegyük hozzá, igen, hogy, tehát, hogy ott gondolom volt. Boldog voltál, hát hogy valamivel színesebb a napod. Színesebb a napom, meg hogy az történet, meg hogy úristen, valami szépet lehet fotózni, valami egyedit. Tehát, hogy nem csak az a klasszikus, hogy kimentem a rétre, és hát, ha valami ott átmegy, hanem ilyen izgalmas környezetbe is, hogy mászott a tornácon, jött, ment, sétált, szaglászott. Nyilvánvalóan ezt utólag láttam, ez csak annak köszönhető, hogy ahol én mozogtam az udvarba, vagy letettem valamit, tehát ő annyira érzékeny a szaglását illetően, hogy nagyon szépen követte az én mozgásaimat, amiket napközben csinált, tehát hogy mindent megszagolt, uh-huh. hogy nincs-e valami esetleg, vagy mi az az új szag. És volt nekem egy szándékom, hogy akkor hát a rókának az alkalmazkodását hozzám, meg azt is, hogy én hogy alkalmazkodom hozzá, és azért beszélek ennyit arról, hogy én hogyan fejlődtem, mert hogy a róka nekem nagyon sokat segített abban, hogy fejlődjek technikailag, majd amikor a technikát egy bizonyos elfogadható szintre kezelhetővé tettem magam számára, akkor elkezdtem azzal játszani, hogy a fények. És megfordult, ezt most azért mondom, mert hogy ugrunk egy-két évet a történetben, nagyon sok képet készítettem, és ebből sorozatokat állítottam össze. És ezek a sorozatok nagyon sikeresek lettek a világ különböző pályázatain, magazinokba hozták le őket. A Nat Geo-ban is többek között. Nat Geo-ba is lejött, de például a legnagyobb az, hogy a Sony világ pályázatán. Igen, ahol díjat is kaptál. Ott első díjas lett. Tehát, hogy ezt úgy képzeljétek el, hogy 340 ezer kép nevezett a pályázatra, abban a kategóriában 10 000 sorozat volt. Természet és élővilág a neve. Így van, és abba a kategóriában megnyerte az első díjat, tehát bátran kijelenthetem, hogy az a zsűri szerint ez volt a világ legjobb természettudomány sorozata, majd ugyanakkor megnyerte idehaza a sajtófotó pályázatot, tehát lefordíthatjuk úgy, hogy idehaza is a legjobb sorozat volt. Tehát meghozta ez a sok munka két évnyi, vagy első évben 8 hónap, második évben 4 hónapot foglalkoztam a dologgal, tehát összesen fizikailag 12 hónapnyi, este 4-től sötétedéstől éjfélig az ablakba ülni, vagy ablak mögött, vagy ajtó mögött ülni. Tehát meghozta ezt a sikert, és utólag én magamat is elemezve, meg a munkát, hogy mi az, ami ekkora sikert hozott, hát az, hogy én megfordítottam a hozzáállást a fotózáshoz. Tehát nem én googoltam ki, és próbáltam elkapni a képet, hanem kinéztem jeleneteket az udvarba, amiket láttam az ablakon, hogy ő most a tornácon jön. Majd felugrik a padra, majd a másikra, majd a csapnál megnézi, mi van, és megy tovább. Hoppá, és akkor így ebből kitaláltam, akkor majd fotózzuk le a padot. És a padot kinéztem úgymond színpadi díszletként, majd világítgattam, mint ahogy itt a stúdió is be van világítva, és akkor kerestem a lámpákat, és tulajdonképpen egy jelenetem volt, majd imádkoztam, hogy holnap, majd 4:20-kor, alkonyat után, hogyha jön, akkor pont arra menjen, és tegye meg ezt a mozdulatot. Tehát valamennyire nem spontán, hanem valamelyest megrendezett fotó végül is. A jelenetek teljesen megrendezettek, de hozzáteszem, hogy ugye úgy rendeztem be, miután láttam, hogy ő mit csinál. Tehát ismételtettem vele, vagy kicsit vártam. Ilyen áldokumentavista, hogyha már a filmhez kapcsolódunk. Igen. Ezzel, nem csak az étellel. Hanem... Abszolút, és ő folyamatosan, bár én nem léptem ki, tehát ő folyamatosan tudta, hogy én ott vagyok, persze. Mert lehetett látni a viselkedéséről, hogy a periférikus látása azért figyeli az ablakomat, mert érzi, hogy ott vagyok. Az elején én próbálkoztam, és pár hét után én ki is mentem, De akkor elment az udvar végébe, és nézte, és így mozgatta a fejét, hogy most itt mi van. Akkor hagytam neki falatot, és nem jött a falathoz, nekem vissza kellett lépni a szobába. Na, akkor visszaléptem, akkor jött, és felvette a falatot, de visszament. Tehát, hogy ezt a távolságot tartotta nagyon. De nyilván megint utólag tudom, hogy akkor még 8-9 hónapos volt, tehát
majdnem ivar érett, még fiatal, az alkatáról... Vagy egy szukáról beszélünk. Az alakjáról szukát feltételeztünk, de hát ugye erre nem tudtunk... Nem elég bizonyíték. De viszont február 15-e környékén volt a buli meg a párzás, és onnantól kezdve lehetett látni, hogy egyre jobban gömbölyödik a hasa, és akkor biztosak voltunk, hogy cukáról van szó. Nagyon gyanús, igen. Igen, de követtük, és higgyétek el, minden egyes nap, és azért tudom, hogy január 15-én volt a párzás, mert az volt az egyetlen nap, amikor nem jött. Aha. És a március 18 volt az egyetlen nap, amikor második nap, amikor nem jött, és 19-én meg már lapos hassal jött. Tehát, tehát hogy pontosan ezért világos, hogy mi történt. Magyarázat, nekem nem értem. Viccelek. Elmondom, hogy, és nem egyszer jött, tehát elkezdtem Excel táblázatba vezetni azért, hogy maximalizáljam a saját kapacitásaimat, Excel táblázatba vezetni az érkezési időket, és kiderült, hogy nap lemente után 15-20 perccel, tehát vagy 10-20 perccel nap lemente után érkezik, és onnantól kezdve durván másfél órás ciklusokba megjelenik. Tehát fél ötkor, hat körül, fél nyolc, kilenc, fél tíz, 11, majd utána éjfél egy óra, és utána többet hajnalba nem jött. Vagy annyit evett már, hogy elég volt, vagy a faluba a szagokat kergette, és akkor éjfél után azt mondta, na jó, elég volt a faluból, megyek ki a rétre pockokat kergetni, ezt már nem tudom. És hogy mi történt, tehát az bizonyos április 18-a után, akkor átváltotta a ciklusokat 3 órára. Tehát nagyon látványosan, kereken 3 óra, és ebből feltételezem, hogy másfél óra a szoptatás. Tehát, hogy ennyire belemélyedtünk napestig lehetne, és tudnánk is hallgatni. Ez egészen abszolút így van, döbbenetes, igen. És majd még vissza is fogunk csatolni, de több pont olyan is fölmerült bennem, amit majd itt ki fogunk vesézni a későbbiekbe, de ez a fokozott képhatás című beszélgetésünk, ez mindig egy film mentén foglalkozik számtalan témával, és ez a honvédelem.hu podcastje. És így a honvédelem, mint olyan megkerülhetetlen, és egy nagyon fontos lényegi dolgot elfelejtettem említeni, hogy mi ketten, te meg én, Milán, honnan ismerjük egymást. Most Mágus, te nézel rám, mert hogy te se tudod nagyjából még, hiszen nem is dolgoztál itt, hogy mi 2022 őszén, hanem tévedek, októberben találkoztunk. Egy könyvbemutatón. Kőhányáson. Így van. Kőhányáson, az ugye nekünk a testvértelepülés. Vértes Kozmának a domb túloldalán. Igen, tehát egy közösség egy községhez tartozik, és mint Vértes Kozma annó pár évszázaddal ezelőtt ugye az eszterháziak hozták létre, és ez volt az erdészeti telephely, vagyis illetve a svábok, akik ide jöttek, ők kezelték az erdőt, ugyanúgy Kőhányáson is, az a vadászoknak a vadászház, meg az erdészet háza volt. És itt van ez a Eszterházi Móvic, így ökológiai, van. Ökológiai központ. Igen, tehát ez volt régen a vadászház, de nemrég pár évvel ezelőtt nagyon szépen felújították, szobák vannak, rendezvényhelyszínek. Így van, nagyon elegáns helyszín. És ugye ez azért jelentős a térségben, mert hogy Vértes volt az első olyan hely, ahol turista útvonalakat alakítottak, pont a gróf Eszterházi Móricz kezdeményezésére 1930-as években, de hogy visszatérjünk a igen, témához, mert hogy egy volt, hogy ott volt egy könyvbemutató, volt vezérkari főnök, meg hadtörténész, stb. Hagyományőrzők, és te készítetted az illusztrációját annak a kötetnek. És egy olyan, igen, itt egy olyan könyvről volt szó, Szebenyi Istvánnak a könyve került bemutatásra, amely a környéki sírokat és a katonai emlékhelyeket mutatta be, de a kiadónak az volt az elképzelése, hogy ne egy keresztet fotózzunk le, hanem hogy mutassuk be azt a természetet is, ami körülveszi, mert hogy
azt mondták, hogy ha jól, nem is idézem, de körülbelül olyat mondtak, hogy hát, ha meg kell halni, akkor egy ilyen helyen. Mert hogy gyönyörű száz igen. éves tölgyek tövében. Rómát látni és meghalni igen, után így van, szabadon. Igen, talán. És akkor így a Szebeny Istvánnal jártuk a vértest pár napig, és különböző fényhatásokat, vagy fényjelenségeket elkapva próbáltuk lefotózni nem csak a kis temetőt, hanem a környezetet is, meg a jellegzetességét, és akkor ez a végén ez egy ilyen fél fotóalbum, meg történelmi könyv lett. Ezt így, hogy ez láttam a munkát, abszolút mondhatom, hogy a fél itt tényleg nem arról van szó, hogy az egyik alá vagy fölé benne vendelve a másiknak, hanem egy ilyen szerves egészet alkot ez a munka. Igen, nekem érdekes volt, mert hogy ugye most itt vagyunk egy hadi dolgokról szóló podcastbe. Én nem vagyok ebbe a témába jártas, bár én voltam katona, mert hogy ugye az a nézők, olvasók tudjanak annyit is, hogy én jugoszláv vagyok, vagyis Jugoszláviában nőttem fel, abban az országban, ami ma már nem létezik, és hát akkor nekünk kötelező volt a sorkatonai szolgálat, és én egy évig Zágrábban, bár szerb voltam, de Zágrábban voltam, csak akkor nekünk az nem számított, ma már ezt így ki kell hangsúlyozni, hogy ez két ország. Ez a 80-as évek? Igen, 86-7, valahogy így körülbelül nem emlékszem. Viszont ha már erről beszélsz, igen. Szerintem a film kapcsán az egy nagyon érdekes kérdés, hogy ott egy, hát az Isten háta mögött lakik hősünk a családjával. Hát az Alpok ott egyik is nő, csücskében. Az Alpok egyik csücskében. És ez egy, nem messze. És ez egy fontos része az ő történetének, hogy ő nagyon erős szociális nehézségekkel küzd, tehát nem nagyon tud igazán kapcsolatot teremteni senkivel. Látjuk a francia lányjal, igen, hogy Magival. Szerintem aszexuális ez a fiú, viszont az állatokkal legyen szó apró rovarokról. Hát szalvasbólától kezdve. Igen, azokkal tudott azonosulni. Igen. Na mert... és hogy akkor ehhez kapcsolódóan ezt egyébként is meg akartam kérdezni még a róka kapcsán, hogy te egyébként városi vagy eredendően? Nem. Én egy ilyen kis települési 12-3 ezer fős településről származom, Szent Tamás, Szabadkától 50 kilométerre délre, de 30 kilométerre van tőlünk Újvidék, Vajdaságnak fővárosa, amely azért jelentős, tehát ugye a jugoszláv hat nagy város közül egyike volt, és én felnőttem, tehát 16 éves koromig Szent Tamáson, de utána átmentem Újvidékre, úgyhogy bennem ilyen kettőség van, tehát ismerem, meg tudom a falusi életet, a tyúkszedést, meg a ganézást, hogyha nem csúnya ez a szó, és ugyanúgy megvan nem fogjuk isípolni. Igen. megvan a városi élet is, tehát az egyetem, a közlekedés, és utána harmadik ugrás volt nekem a Budapest. Itt akkor rögtön adódik az a kérdés, hogy persze az ember nagyon sok mindenhez hozzá tud szokni élete során, meg beletanul, de talán az, akit ráadásul még a film szerint el is szakítanak a családjától, tehát különösen gátlásos lesz. 8 évesen. 8. Érdekes, mert kisfiúként nem tűnik annyira elesettnek, mint felnőtt korában, de minden esetre, aki mondjuk, ha te nem is ennyire elzárt környezetből jössz, de akkor voltak ezek az ugrások, ez a két ugrás, amiről az előbb beszéltél. Ja, hogy most az én életemet próbálod a filmnek a főszereplőnek a párhuzamát hozni, olyan szempontból... és akkor, hogy jé, mind a kettő rókába találta meg a mentséget? Hát majd azt elmondod, hogy mit találtál meg ebből. Erre vagyok kíváncsi, hogy aki mondjuk nincs hozzászokva annyira a nyüzsgéshez, meg a nagyvárosi léthez, tudom, hogy más a 80-as években ezt megélni, meg más lehetett a második világháború előtt, amikor azért a tradicionális paraszti közösségek még sokkal inkább éltek, nem csak nálunk, hanem külföldön is, de mégis te tapasztaltál ilyet, hogy valakinek nagyon nagy nehézséget okozott, ha nem is neked, de az ismerősi körből, hogy elszakadjon az állatok vagy a természet közelségétől? Nem értem teljesen a kérdést, hogy ismerek-e valakit, akinek nehézséget okozott? Tehát láttál ilyen példát, aki inkább töltötte szótlanul az idejét a természetben, és nem nagyon tudta elfogadni a nyüzsgést maga körül?
Igen, láttam, de nem tudom az előzményeket, mm-hmm. vagy a szociális környezetet. Ezt azért mondom ilyen határozottan, bár egy picit határozatlan voltam, hogy a Természetfotós Szövetségbe, ahol én fotóilag szocializálódtam, ott 60-70 tag van, és azok között mindenféle van. Tehát van olyan, aki egész napokat a mocsárba ül, és nézi a természetet meg az állatokat, vagyis többségük valamilyen módon. Valaki a madarakat menti, valaki a porcelánbaglyokat gyűjti a szobájába, tehát hogy így... És ilyenkor mi jön előbb, a természet iránti érdeklődés, vagy fotózik? Nagyon jó a kérdés, mert ezen én is gondolkodtam, nem tudtam egy konzekvenciát levonni, mert mindenkinél más. Uh-huh. Valaki a szakmája, mert természetvédő volt, és kellett dokumentálni, ledokumentálta, majd látta, hogy hát ez azért nem jó, nem jó, nem jó, elkezdte tanulni, és egyre jobb lett. A másik látta a haverjától, hogy együtt mentek és fotózott. A negyedik egy filmből, az ötödik meg, nem tudom, díjakat látott külföldön, és akkor majd ő is megpróbálja. Természetvédők vannak, akiknek dokumentálni kellett. Tehát rengeteg történet van, és mindenki más miatt. Én magamról tudom, hogy én reklámszakmában dolgozom még most is, tehát eredetileg grafikus vagyok, tehát hogy a vizualitás meg az arányok azok nem állnak távol tőlem, de hát a reklámszakmában látványokat, kreatív dolgokat készítek, és abban az időszakban, tehát a 90-es évek végén, 2000-es évek végén nagyon pörgős életet éltem. Tender, leadás, holnapra, holnap utána, maradj bent este 8-ig, 10-ig, éjfélig, vissza, reggel, és néha kellett nekem az a szabad idő, hogy szelep, hogy na most én. Tehát kimegyünk, és akkor akár csak úgy, hogy hú, de jó, pára van a tavon, vagy nem tudom, hallok valamilyen susogást a nádba, és fogalmam sincs, hogy az egy csibe, vagy az egy, nem tudom, patkány. Tehát, így jött Vértes Kozma is, mint helyszín az életedben, több mint egy évtizeddel pontosan, ezelőtt? Pontosan, és így jött Vértes Kozma is, véletlenül jártunk a környéken egy vendéglátó helyen. Mi ez a többes szám, amit mindig említesz, hogyha nem túl magán a kérdés, tehát itt családilag, vagy akkor családdal, igen, családdal voltunk egy étterembe Csákváron, és a két rendezvény pont között mondta az ismerősöm, hogy menjünk ki, töltsük ki az időt, van itt egy gyönyörű kiránduló hely, és mikor nem tudtam, hova megyünk, de így megmutatta, atyaég. És onnantól kezdve valami engem megfogott. Az, hogy a helynek van különleges energetikája, mondom a mai spirituális fejemmel, de nyilvánvalóan van, mert hogy vízforrás volt ott, tehát ugye általában meg az, hogy ha a 13. században, akik letelepedtek oda, csak volt ilyen természetközeli bölcsesség bennük, hogy abban a völgyben alakítsák ki a falut, meg ez az érintetlenség, meg a pici a csend, a nyugalom, hogy oda el lehet menni, elvonulni. És ez az elvonulni, van, aki megkérdezte tőlem, hogy akkor megszökök, elmegyek, és egyedül vagyok. Nem tudok unatkozni, tehát hogy én egész nap foglalkozom valamivel, vagy a gerendát lecsiszolom és lefestem, vagy azon agyalok, hogy majd a esti jelenetet hogy oldjam meg, és ahhoz kellékeket gyártok, vagy próbát, vagy heggeztem, vagy forrasztom a drótokat. Szóval folyamatosan tudok valamivel foglalkozni, és amikor csend van körülöttem, nem másnak az igényeit vissza reflektálva a reklámszakmára, tehát nem megrendelőnek, nem másnak az igényeit, hanem én csinálom, és nekem, ahogy én szeretem az én tempómmal, akkor nagyon egyszerűen lefordítva, akkor érzem magamat, hogy én vagyok. És ezért érzem jól magam, mert jól én tudok lenni. Ty hostongst von dort? Na. Ich schon. Ist mein Stern ist nicht gut. Ach, jetzt brach er mich. Ach, jetzt brach er mich. Als eine Familie mit deiner Reise.
Weißt du, was das ist, eine Familie? Verstehst du das überhaupt? Oder nix? Bist du ein Biss? Zum Feststarten wir uns gleich. Unser Auftrag ist, mit den vorauseilenden Angriffsspitzen unbedingt Verbindung zu halten. Da geht's ja ins Meer. Gerade haben wir dienstfrei in Sannen der Normandie. Die Honorgacht ist das Tor repariert. Schau, dass du nichts geschieht. Das verspreche ich dir. Bei dir beiwagen so ein kleines Fisch und Fuchs gefunden, ne? Wo ist er? Ja, wer war's denn dann? Du Renard, il ne peut pas vivre avec toi. Fang du mich, komm! Adrien Goiginger osztrák alkotónak a filmjéről beszélgetünk most itt, és nehéz erről egy kicsit beszélni, mert mi ketten megbeszéltük, hogy fontosnak gondoljuk, hogy elkészült egy ilyen film, viszont filmes szempontból, vagy tehát hogyha úgy nézzük, hogy szakmailag ez milyen film, kimagaslónak semmiképpen nem nevezhető. Viszont te mégis más szemmel nézed, hiszen megvan egy bevonódásod egy oldalról. A másik pedig, hogy amikor március elején bemutatták itthon is ezt a német nyelvű filmet, akkor a filmforgalmazó Juno 11 elindított egy ilyen kisebb kampányt, aminek úgymond a zászlós hajóját egy személybe megtestesítetted, hiszen aznap, a bemutató napján nyílt kiállításod az Uránia Nemzeti Filmszínházban egy másik, hát ikonikus mozis helyszínen, ami mi másról szólt volna, mint arról, amit most előbb említettél, a 21-22, és talán 23-ban megövökített, 22-ig a 22, természetfotóid, igen, aminek van. Egy egész család, tehát nem csak az általad említett szuka, hanem hát Kolbászka, a kölyke, így van, két kölyke. Két kölyke is igen, van, lemaradtam az elsőnél, tehát hogy ők voltak a középpontjában. Az Index filmkritikáját olvastam el többek között a napokban, ahogy készültem erre, és ezt most pontosan idézném a címet, nagy eséllyel ez 2024 legjobb háborús filmje. Hát nem tudjuk, hogy milyen háborús filmek lesznek még, mondjuk itt a következő 10 vagy 8 vagy ki tudja hány hónapban, de ezt én egy ilyen kicsit klikvadász, kattintásvadász címnek gondolom, és az lenne a kérdésem, hogy egy-egy mondatban el tudnátok mondani, különösen elsőként te, Milán, hogy mivel szól nektek ez a film, ez mennyire háborús film, mennyire természetfilm, mennyire coming of age film, mennyire felnövés történet. Ki mit látott bele, honnan lehetne ezt megfogni? Nagyon jó kérdés, és tényleg megfogtál, mert most gondolkodnom kell, nincs kész válasz erre. Egyértelműen lehet látni, hogy nem hollywoodi szuperprodukció. Benne van az érzelem és a rendezőnek a saját családi története, és ezért van egy nagyon fontos ilyen családi vagy egy szociális vonala, meg egy szoborállítása a dédpapának. Így van. Tehát, hogy ez egy fontos része a dolognak. Ő addig tudta a történetet, hogy rókával jött, a többi az most közé lett rakva, és rendezőileg meg lett csinálva. A róka szerintem csak egy mellékszereplő, bár nagyon sokat szerepel, és róka a címe, de mellékszereplő, mert hogy az egész film elfelejtettem a nevét, a főhősről szól, az ő Franz Steiberger. Ja. Tizedes. Így van, neki a gyerekkorát látjuk, a traumáit éljük meg, és a traumára rájött még nagyobb traumát, a háborút, ami összességében egy trauma, és hogy ő ezt hogy vészeli át némileg egy kicsit a zárkózottsággal, a makacsággal, meg azzal, hogy talál egy menekülő útvonalat, azaz a rókát. Szóval nehéz megmondani, hogy miről szól ez a film. Nem nagyon. A háború jelenetek
Tehát azért különlegesek, mert másképpen mutatja, mint hát ez itt egy mellékes, egy ilyen mellékes ilyen díszlet, vagy igen, valami igen, kötelező, igen, ami ott van a háttérben, és zajlik, és nyilván alakítja a folyamatokat, de egyáltalán nem az a domináns, de ott van a plakáton. Arra azért, bocsánat, arra azért ki lehetett volna futtatni, ha egy kicsit jobban előtérbe hozzák a háborút, hogy kell valami érzelmi kötődés a sok szörnyűség közepette is, de aztán nem ebbe az irányba vitte el a filmet, de ez speciál lehetett volna, hogy a harctéri borzalmak közepette mindig vissza tud menni a rókájához. De hát mondjuk van az az első jelenet, nem tudom ti, hogy gondoljátok, amikor ő visszaszalad az erdőbe, hiszen a kis állatot megkevesi, és hát az ott egy nagyon komoly válságba kerül, hiszen fölmerül, hogy ő dezertálni akart esetleg, és azért szökött el. Nem. Hát igazából nem, de hát a századosnak erről... De a bármi... jelenetben benne volt, igen, hogy most itt... Igen, tehát a századosnak erről neki felelni, valamilyen feleletet kell adni, aznak nagyon komoly retorziói is lehetnek, el is zárják őt, illetve amikor a tengerparton, ott nem tudom, Észak-Németországban milyen tenger lehet ott nem, az... Nem, az francia volt, Normandia környékén... Igen, tehát amikor oda kiukadtak, tehát ott azért lehet látni, hogy mind mentek át. Most nyilván ez filmben nagyon nem jelent meg, de az a mocsok, ami az arcukra tapadt, az a traumatizáltság, ahogy ott ültek, és csak a tenger hullámait nézték, és címszavakban, vagy egy-egy mondattal válaszoltak egymásnak, ott azért ez nagyon bejött, hogy azért nem akármit kellett neki megtapasztalnia, csak hogy ezt nem láttuk. Igen, mindegy, de nem, ezt csak így behoztam, hogy ez egy érdekes szempont lehetett volna, de nem igazán ebbe az irányba ment el a film. Igen, most én kekeckedésnek hangzott, amit mondtam, de én is így gondolom ettől függetlenül. Én csak azért is hoztam ezt fel, mert én azt gondolom, hogy maga ez a koncepció, ami egyébként igaz történeten alapul, ez lehetne működőképes sztori, de valahogy azt éreztem, hogy ez a film... úgy nem igazán rendelkezik képzelőerővel, sem vizuálisan, sem a forgatókönyv szintjén, nem igazán ment el semmi olyan igazán különleges irányba számomra. Tehát egy kicsit sótlan maradt. Talán a gyerekkori rész, meg amikor a francia nőhöz kerül, abban van valami izgalom, abban az kis mini drámákként talán működnek, de valahogy úgy azt éreztem, hogy úgy kimaradtak az igazán nagy hullámhegyek és hullámvölgyek ebből a filmből, még akkor is, ha szerintem ez egy nagyon érdekes húzás, hogy ugye a háborút lényegében nem látjuk, tehát azt kikerüli. Holott a film a háború alatt játszódik. Az egész ideológiáját, nem tudom, hogy arról ti mit gondoltok, tehát egyrészt mind a holokauszt, mind olyat, mintha 42-ben játszódna a film, tehát hogy ez idézőjeles mentség is lehet, tehát ez egy alkotói igen, szándék, tehát magyarázhatjuk ezzel. De hát azt mondjuk... jól tette, hogy kikerült-e az ideológiai rész szerintem, mert nem hát is az a lényeg. Úgy mutathatott volna abból valamit, hogy most, tehát elhangzik egy bizonyos ponton, hogy ezer éves évelmet kell nekünk megtorolni a franciákkal szembe, de így ezen kívül, tehát most ezt valaki megnézi mondjuk 112 évvel később, nem biztos, hogy képbe lesz, hogy aha, hogy most akkor mi volt? Tehát, hogy hát milyen ezer éves évelem? Hát jobban ismerik a történetüket, de nemzetközi forgalmazása van ennek a filmnek. Egy-egy jelenet, meg egy-egy gondolat csúcsra van járatva, csúcsra fényelve, gyönyörűen megcsinálva, majd akkor ugrunk egyet, tehát hogy picit az összeköttetések hiányoznak. Nekem az első része nagyon hosszú, mire a főcímig eljutunk. Tehát ez a családi... 25 perces expozíció. Beültem azt hiszem a Puskin moziban néztem, és úgy 15 perc után úgy meg kellett néznem, hogy mi van a mozi jegyen, hogy biztos jó tevembe ülök, mert hogy lövésem se volt, hogy most én mit látok, tehát ilyen kicsit ilyen osztvák, alpokban játszódó film, Tarbéla beütéssel, már igen, szinte hiányoltam, hogy nem fekete-fehér, 1927, tényleg borzasztó szegénység, és egy állati jól induló valami, csak igen, hogy ez hogy folytatódik, mintha két különböző film lett volna, úgyhogy jó, hogy a Hézagokat említed, hiszen ez jutott eszembe nekem is, igen, hogy mint ez egy különböző film, különböző alkotók munkái lett volna, és egy ilyen sketch filmként. És ez később működik, is megjelenik, mert hogy nem tudom, egyszer a kaszárnyában vannak, akkor utána hirtelen már kis átmenet, és már a parton, majd akkor utána ott a német határt figyelik,
úgy nem igazán, tehát hogy az a horogkereszt égetős szimbólum is úgy valahogy úgy beleterültetve a filmbe. Mert azt nehezen tudom elképzelni, hogy két katona fekszik a fűben, figyeli a határt, és hogy mögötte ott csak úgy begyújtják, és nem veszik észre. Meg nem igazán tehát, volt és, funkciója. És nem volt funkciója a filmben, meg a szerepe. Tehát, hogy azért mondom, hogy ezek feltételezem, hogy a rendezőnek így a kis képjeleneteit működőképessé tette, de nem lett olyan igazi. Ugyanakkor, aki hallgat bennünket, tehát meg kell nézni a filmet, mert én szeretem benne az, hogy más, tehát nem a Ryan közlegény megmentése, ahol érezzük a háborút, ahol a puskapor, meg hogy... Meg a szentimentalizmus. Igen, de hogy azért itt teljesen másképpen van megfogva, és én nagyon szerettem, tehát most ugye, ha filmekről beszélgetünk, tehát a nyugaton, nem tudom mi a a nyugaton semmi új, vagy a helyzet változatlan. Ugye. És melyik adaptációt vagyok? Nem, a tavalyit, amely Oscar-t kapott, igen. Amit egy újabb adaptáció. Egy Oscar-t kapott, tehát zseniális. Tehát, hogy megint egy új megközelítése volt a filmnek. Ezért szeretem ezt is, különösen azért, hogy a róka is benne volt, bár hogy a rókánál is rengeteg csúsztatás volt, vagy olyan, ami etológiailag nem fér bele. Na beszéljünk erről, mert ez egy picit nehezen hihető, még az eleje rendben van, hogy ez egy érdekesség. Megtalálni meg lehet. Nagypapám például falun nőtt fel, és ő mesélte is, hogy ott két fiú a faluban elkapott egy rókát, és aztán azzal szórakoztak, hogy mutogatták a faluban mindenkinek, ott a kertjükben nőtt. Tehát ezt el tudom képzelni. Igen. De azt, hogy egy háború alatt, ahol azért mozgásban vannak, bevetésre mennek, ráadásul a róka nő, azért zsákokban utaztatni és titokban tartani, ez nekem kicsit irreális. Hát azok a hanghatások, fényhatások, és hogy nem jó egyszer elmenni. A róka nagyon ijedősáll. Igen, tegyük hozzá. És te például Milán macska eledellel kezdted eletetni egy bizonyos ponton a saját kertetekben lévő családot. Igen. De mennyivel domestikálható egy ilyen állat? Mennyivel tudod te elképzelni azt, hogy amit most itt láttunk, nem tudom, 118 percben a filmen, ez a valóságban többé-kevésbé így mehetett végbe? Szerintem nem működhetett. De nincs messze a valóságtól. Tehát nincs benne hazugság, de nem működhetett. A legnagyobb bukfenc a következőben van, hogy egyik pillanatban, amikor már végeztek Franciaországba, kiírja a film, hogy másfél évvel később. Na most a róka egy évesen, vagy 9-10 hónaposan ivar érett, azt nem fogja ott meg senki, amikor neki a hormonok azt mondják, hogy parancs van. Tehát ez egy nagyon nagy furcsa dolog, hogy az ivar érettséget is vele töltötte. A másik furcsa dolog, hogy a róka azért tud nyafogni, nyüszögni, ugatni, nyávogni, és hogy ő napokig egy bőröntbe utazzon. Hát vagy egy oldalkocsiba, besuvasztva. Ez így nehéz, tehát nem láttuk a rókának a táplálkozását, tehát hogy ő hogy tartotta őt. Tehát ez nem volt megmutatva, én hiányolom, mert jó lett volna, hogy na, itt van, kap mindig egy kaját tőlem, egy falatot. Szóval ezek úgy hiányoztak. És tőled mit kapottam úgy a macska eledelen kívül? Hiszen te etetted is őket. Persze. Macska eledelt, meg utána kockázott szalonnát. Meg néha, amikor a gyerekeim, vagy jó magam, lejárt kajával szembesült a hűtőbe, hát akkor azt elvittem és kitettem. De ezt általában éjszaka. Tehát amikor fotóztam, akkor általában a kisebb falatokat. Volt olyan is, hogy vásároltam, mert hogy valahol olvastam, hogy a csirke belsőségeket nagyon szereti. Ez megint egy furcsa dolog, nem szereti, hanem az anyja ezzel etette gyerekkorba, mert hogy ugye elkapta a nyulat, meg a kisborzot, meg a kisfácánt, és ezt vitte neki az anyja, ezért a gyereknek ez van
már mint a Roxynak, aki felnőtt, tehát hogy ez a gyerek mint, vagy gyerekkori minta van meg, ezért vásároltam a Lidl-be majdnem lejárat előtt a csirkemájat, és akkor este azzal kezdtem, mikor tudtam, hogy jön a 4 óra, akkor csíkokra szeleteltem, és akkor kitettem neki, hogy mert ezt is megtanultam, hiszen úgy tanított, hogyha kiraktam neki egy nagyobb darabot, azt nem eszi meg, azt felkapta és elvitte. Mert hogy ez egy ösztön. Hogy mennyit vitt el? Mindig mindent elvitt, és akkor azért, hogyha kis falatokat tettem le neki, akkor a kis falatokat azokat szedegette. Ha nagyobb valami, azt egyből viszi. Aha. És akkor itt kellett megtalálni mindig, hogy mi volt a funkció. Tehát, hogy volt olyan, hogy ma nem fotózok, mert nem tudom, extrém esik a hó, hideg van, szél a fúj, vagy nem kész, vagy fúj a szél, vagy nem készültem, akkor itten kitettem neki a romlott húst, vagy nem romlott húst, romlott kaját, vagy a lejárt kaját, és akkor én mentem aludni, reggel láttam, hogy üres. De az se úgy történt, hanem több éjjeli kamerám van, 3 éjjeli kamerám volt, és az éjjeli kamerákkal tulajdonképpen az egész udvar be van kamerázva, és látom, hogy mi történik, és reggelente azzal kezdtem a napot, hogy kávé, egyik kártya, másik kártya, és akkor így végig, ó, azt a minden itt ugrott, jött, mert na itt, ezt csinálja, nagyon jó, és akkor majd holnap ezt megpróbálom, szóval ugrik a falra, lejön, nagyon jó. És akkor itt tanultam tulajdonképpen, hogy figyeltem a természetes életmódjukat, amikor én nem vagyok ott, és amikor ott vagyok, és kiteszem neki a kaját, akkor lényegében ugyanaz megtörtént, és akkor tudtam, hogy ja, ez az, mert már láttam tegnap előtt, hogy azt csinálja, honnan jön, hova megy. És olyat nem sikerült, nem tudom, hogy mennyire próbálkoztál vele, említetted, hogy az elején, amikor te megpróbáltál közel menni, akkor elfutott. Később, amikor már egy jó ideje járt a kertetekbe, próbáltál közeledni hozzá? Igen, próbáltam, de nem megy. Tehát nem ment, nem tudom miért. Azt gondolom, hogy én tudtam volna haladni, ha csak én lettem volna az egyetlen ember a faluba. De néha-néha autó kimegy az útra, autó elment, vagy bizonyos házakban, mivel megszokta, hogy hozzám lehet menni, és egy szomszédháznál is megnyugja a tornácra, és megnézte, ott ösztönösen az emberek, Róka, úristen, ordibálnak, akkor ott megijesztették. Onnantól kezdve már neki az egy kód beépül, és beteszi a saját mátrixába, hogy akkor embertől vigyázni kell, vagy óvatosabban. Szóval én úgy éreztem, hogy ahogy idősebb, és ez később a szakemberek is, bár nem tudom, tehát, hogy furcsa, mert ezen lehet vitatkozni, hogy ki mekkora szakember, tehát, hogy ugye azt, mert igen, voltak ilyenek, kitérek, elmondom, mire gondolok, hogy hát ő Róka szakember az egyetemen, és akkor hát látott de Rókát, etológus, olvasott, minden le van írva, és akkor ő elmondja, hogy ez az igazság, és neki hiszünk, mert ő szakember, életében 3-szor látott Rókát. Én meg nap, mint nap? Nap, mint nap, 5-ször naponta, és plusz utána még a videókat, és pontosan látom, mi miért történik, majd utána beszélek a helyi vadászokkal, meg a helyi kutya vadász ebb szövetség elnökével, aki pontosan tudja a viselkedéseket, és akkor magyarázza, nem Milán, ő most azt csinálja, hogy. És ez ezért van, hogy hoppá, és akkor rakom össze a viselkedéseket, plusz volt egy ács fiú, aki ácsként dolgozott nálam, de a diploma munkája a Róka megfigyelés volt, és ő megmondta, hogy ők figyelt, és akkor így raktam össze a képet, hogy mik történnek a Róka életébe. Hosszú sztori röviden, hogy magyarra fordítsam az angol kifejezést, tehát az a lényeg, hogy ahogy idősebb, egyre jobban távolodik. Tehát második évben már ki se tudtam menni. De ez lehet, hogy összefügg azzal, hogy a családjának szüksége van rá, nem... Nem, hanem az egyre több tapasztalattal, és egyre kevesebb kíváncsiság, mert már mindent láttam. Hozzászokott, de van veszély is. Tehát konkrétabban párhuzom a medvékkel, mert hogy most egy picit így foglalkozom a medvefotózással is, és Erdélyben az az ember, aki a medvékkel suttog, tehát együtt mozog velük, és együtt jár,
a következőt mondta, hogy azt mondja, itt van a tanyánk lent a dombhegyen, vagy a domb aljába, és akkor így megyünk fel, és föl nem tudom, 1000 hány méterig fel lehet menni. Na azt mondja, az egyéves bocs, az lejön így az udvarig. A 2 éves, az 300-400 méternél lejjebb már nem jön, a 4 éves az 500-nál, az öreg 6 éves medve, az már az 1200-től lejjebb nem jön. Tehát valahogy, ahogy idősebb a medve, és ezt most értsd a róka, ahogy idősebb a róka, annál félénkebb, mert vagy több családja volt, vagy több emberrel találkozott, vagy egyszerűen így van kódolva. Ezt ja, nem, logikus, persze. Ezt nem tudjuk megmagyarázni, de én nekem akkor esett le a tantusz, amikor elmondták ezt, hogy hát a medvéni ez tök természetes. Tehát, hogy a faluba le csak a gyerek medve jön. Izgalmas. Igen. Néhány háborús film cím most itt elhangzott. Ezen gondolkozok itt egy ideje, közben párhuzamosan figyelek is, hogy van-e olyan film, ami ember és a rókának ilyen ember és állat kapcsolatát ilyen szinten mutatja be, hiszen kutyás film, a Egy kutya hazatér, Mávli meg én és a Beethoven, meg még napestig lehetne mondani, ilyenek vannak. De hogy így ez a állat és az ember ketten együtt, bármilyen szinten, akár animációban, akár sorozatban, akár klasszikus, tehát játékfilmes, mozgóképes megoldásban, nekem egy jutott eszembe, Dargai Attila, Vuk 1, meg sajnos van egy Vuk 2, de az egy másik téma, illetve kibővítem egy kicsit a kérdést, alkotások, nem csak filmes alkotás, bármilyen irodalmi alkotás például, van a Peck, ugye? Például, ami kézenfekvő, illetve az egyik kolléganőnk, Bányász Eszti fölhívta a figyelmemet arra, hogy van egy PAX, P-A-X című könyv, az amerikai Sarah Penny Packer könyve, ami itthon is olvasható, sőt folytatása is van, és ez egy ilyen ifjúsági könyv, utána is néztem, tehát eléggé jól fogyott, népszerű, 16-ban eladták a megfilmesítési jogát, tehát még ebből film is lehet egy napon, és így kb. Itt megállt a tudomány, mert minden más érintőleges. Bizonyos értelemben... Most ilyen a Fontaine mesékben nem menjünk. Jó, bizonyos értelemben a Tarzan, mint hogy ember és vagy állat. Vadállat is. Igen, és az nem vígjáték, hanem az egy komoly dolog. Jelentkezem, most jut eszembe, nem rókáról van szó, hanem polipról van szó. Néztétek-e az Octopus filmet? Nem. Netflixes film, nagyot 2 évvel ezelőtt, amikor én elkezdtem rókázni, rókával foglalkozni, mert a rókázni ez egy nagyon jó poén, előadásokon jól hangzik. Szóval akkor jelent meg, akkor ment a Netflixen. Nem mondom meg, hogy dél-afrikai partjainál, vagy Ausztrália partjainál egy srác buvárkodott, minden reggel ment ki a hideg vízbe úszni egyet az óceánon, és egyszer csak látott egy oktopuszt, és kialakult, tehát, hogy amennyire lehet egy kapcsolat, hogy kialakuljon, és ment utána, kereste, és észrevette, hogy van interakció, majd utána elkezdte a saját gondolatait elemezni, hogy végül is ez egy projekció, mert hogy nehezen hihető el, hogy az állat, különösen egy oktopusz szintú fejlettségű állat, hogy visszatud reakciókkal, de mégis a filmben látjuk, hogy vannak valamilyen mozgások, és ő minden nap ment, és én annyira durva, hogy ott nem tudom, 6 fokos az óceán, és a srác órákig tudott úszni a 6 fokos vízben, tehát hogy ez akkora tüzet adott neki, hogy hol van, és keresse, előjöttél, tök jó, akkor úszunk egyet együtt, és akkor én követem, te követsz, tehát hogy de valós, tehát nem fantázia, tehát egy valós történet, és ennek egy olyan pszichológiája volt, amely nekem is nagyon sokat segített, hogy megértsem, hogy a róka pont magasról tesz arra, hogy velem mi van, és hogy miattam, hanem az egész az én fejembe zajlik. És mikor ezt lefordítottam, akkor megint, mert hogy nekem van egy ilyen, hogy minden nap jobb legyek, minden nap jobbat tegyek, fejlődjek, csináljak valamit, és ebbe az volt a következendő, hogy megtanultam, mi a függőség,
a függetlenség, a szabad mozgás, a feltétel nélküli szeretet, az elvárás kapcsolatban akár férfi, vagy baráti, vagy családi, vagy párkapcsolatban, hogy mi az, amit én elvárok. Tehát, hogy konkrétan, amikor ugye tudom, hogy 4 óra 15-20 körül decemberben, uh-huh. vagy januárban, amikor alkonyat van, hogy akkor majd 4 óra 20-kor jön. És elkezdtem azon észrevenni magam, hogy hát 4 óra 40, ideges vagyok, uh-huh. most mi van, most nem jön, múltkor megsértettem, vagy hogy most rosszul szóltam, vagy hogy... És egyszerűen 4:46-kor megjelenik, mint megcsinálja, mintha mi se történt volna, megeszi a falatját, rám néz, és elmegy tovább. És akkor... És mennyit tanulsz magadból közben? Az egész az én fejembe zajlott le. És hogyha ezt akkor most lefordítjuk arra, hogy miért nem szóltál, miért nem telefonáltál, de miért kell? Tehát, hogyha én szeretlek, és hogyha veled vagyok, majd jönni fogok. Tehát engedd meg, hogy én csináljam az én dolgom, te a tiédet, és majd találkozunk a pontokon. Ez a függőségről is szól, meg a szerelemről is. És én függővé váltam, tehát ez, de szándékosan engedtem is, tehát ezeket nem, mert hogy akkor belementem egy technikába, és hogy a képet, vagy egy jelenetet addig nem hagytam abba, még nem éreztem, hogy ez tökéletes, mert vagy az ő mozgása, vagy a fények, vagy a kompozíció, és akkor nagy monitoron megnéztem, még kellene itt erről, meg arról. Jó, akkor holnap majd, vagy később javítjuk. És azért van óriási szerencsém, hogy ilyen óriási produkcióval, vagyis produktívan, termékenyen tudtam előre haladni, mert hogy 5-ször jött naponta. És hogyha fotóztam, akár néha 1-2 percet csak átfutott, néha meg ott maradt 5-10 percet az udvarban. Volt olyan, hogy megette a 2 falatot, és a hársfa tövébe így összekuporodott és aludt. Vegyes és változatos volt a dolog, de akkor lefotóztam, akkor gyorsan be a laptopra, megnéztem, hát cserélünk, vagy módosítunk, vagy akkor elrébb teszem, vagy a szöget a kamerán, és mindig egy-egy jelenetet csak akkor hagytam abba, amikor tökéletesítettem. Uh-huh. És ezért is olyan filmszerű az egész uh-huh. sorozat, mert hogy szándékosan ilyen csúcsra járattam. És a 2 év között óriási különbség van, hogy az első évben én azt gondoltam, hogy nem görcsölök, de hogy nem akartam, hogy ez jó kép uh-huh. legyen, meg kell legyen, alulról is, felülről is, ugorva, fekve, mászva, mindent lefotózzak, hogy utána, mert hogy ez az élet által adott ajándék, hogy ez itt megjelent, ki tudja, hogy lehet egyik napról a másikra nem fog jönni, mert benne van a pakliba, hogy valami rosszat teszik, vagy eltapossák, vagy meggondolja magát is, megy tovább. Szóval bármi benne van, és akkor ezért volt bennem egy ilyen druk, hogy még, meg jobban, szebbet, minden, és majd a végén majd szelektálom. Közben persze folyamatosan gondolkoztam a történeten, hogy mi az egésznek a története, és akkor megjött a vége lett az egésznek tulajdonképpen augusztusban, amikor ő viccesen hangzik, szabadságot vett ki, mert hogy augusztusig neveli a kölyköket, és vonalzó vékonyra fogy le, tehát hogy annyira gebe lesz, mert hogy a 4-5 kölyköt etetni kell, és szaladni, és futni, hogy valamikor ugye augusztus közepén, mikor a kölykök elszabadulnak, és elengedi őket, akkor úgy na, és eltűnt 7-8 napra. Tehát nem jött vissza, és egyszer csak megjött. Hát mondta, te hol voltál? És visszajött, mintha semmi se történt volna, és így elment. Na, mondom, tök jó, örülünk a dolognak, de hát mondom, most már úgy vége, mert hát megvolt egy szinte 8 hónap, fotózás, megvan nagyon sok fotó, elégedett vagyok az eredménnyel, de ő folyamatosan járt. Én meg azt mondtam, hogy ugye a kis herceg, hogyha valakit megszelidítesz, akkor felelős vagy érte. Maradjunk ennyibe. Nem szó szerint idézed, de nem a szó szerint idézed, de a lényeg ez, és valahogy én is ezt éreztem, és akkor bennem fel is idéződött ez a mondat a könyvből, és én mai napig is etetem. Tehát, na, hogy, erre igen, ezt még nagyon meg akartam mai napig is etetem, bár a Roxy már nincs, de 1-2 róka jár a környéken, aha. és hát reggelre nem rakom ki a kamerát, vagyis most mást figyelek, most mókusokkal foglalkozom, azokat másképpen figyelem, de hogy reggelre elfogy a kaja. Uh-huh. Tehát, hogy járnak arra. Meg hát a halom a faluba máshol is, mert hogy van 2 ház, ahol
élnek, és náluk minden nap 4-5 körül bejön egy róka, hogy na, a macska kaja hol van? Mármint, hogy úgy a macska kaja az ő macskáknak kirakott kaja, és akkor azt ellopja. Mágus, van esetleg egy ilyen finish felé tevelődő kérdésed, meg ott tedd föl? Szerintem az még egy nagyon érdekes pillanat, amikor ő a filmben, hősünk Franz elbúcsúzik a rókától, tehát ott éreztem, hogy talán egy érzelmileg emelkedettebb pontnál járunk. Gondolom, hogy neked, most az előbb említetted, hogy Roxy már nincs, ez nem tudom pontosan, hogy mit jelent. Kikövetkeztetett, de... azt hiszem. Igen, egy búcsú egy állattól, de... mondjuk ha házi állatoknál előfordul, hogy ugye már tudjuk, hogy beteg, öreg meg fog halni, és az is fáj, de egyébként eszembe jutott zárójelben egy film, amit ugyan nem láttam, de tudom, hogy elkészült, a Tippi Hedren nevű színésznő, Hitchcock színésznő. Ugye család... a madarakat mondod. A madarak forgatása után bővel a családjával befogadtak azt hiszem oroszlánokat, ami azért elég nagy kihívás azt háziasítani, de az a projekt is valamikor véget ért, és igazából ez az én kérdésem, hogy azt már mondtad, hogy te mindmáig etetsz rókákat, valamennyire figyelsz rájuk, de ez a búcsú ettől a bizonyos állattól, a Roxytól benned hogy játszódott le? Szomorúak voltunk, és azért most a többes szám, mivel kérdezted korábban, itt most más többes szám, itt a szomszéddal, mert a szembeni szomszédő egy nyugdíjas, és szintén ketten követtük, és néha nálam jelent meg, és ő viszont, mivel ott lakik, ő minden nap pontosan, már amikor én nem fotóztam, ő akkor is folytatta követni, mert hogy egy tök jó szórakozás, hogy akkor reggel megnézze, mi történt éjjel a kertben, és egyszer csak észrevettük, hogy hát mi már a Roxy is ugye neve, de már átkereszteltük művésznőnek, hiszen a világ színpadait bejárta. Hát szóval, ilyen fotogén állat, igen, tudom, hát volt nem, a világ legfotogénabb rókája, hát ez igen, kimondható. Igen, de bármelyik magyar erdő vagy természetvédelmi terület összes állatok közül is szerintem toplistás lenne, na mindegy, igen, ennyi mindegy, volt. Igen, mindegy, igen, és csak szól a Péter, hogy hát de nincs, nem volt Roxy. Mondom, nem baj, volt már, hogy elment 4-5 napra. Nem jött megint, de képzeld el, eltűnt a férje és eltűnt a kölyök is. Hú, mondom, akkor jó van, megnyugodtunk, mert akkor vagy elköltöztek, vagy a többiek kiüldözték őket. Majd sajnos 2-3 hétre rá visszatért a férje, meg a kölyök, de a Roxy nem. Ennyit tudunk. Tehát, hogy most ebbe mi van, nem tudjuk tényleg. Hát ez egy Vukhoz hasonlatos történet. Igen. Még lehet egyébként animációs változata is. Tehát nem tudom, hogy a Petson és Findus című mese valamelyik őtöknek mond-e valamit, de én nagyon szeretem egy fantasztikus skandináv animáció. Kicsi voltam, de ez egy mesekönyv. Szerző volt is a könyvfesztiválon. Hát nagyon el tudnálak képzelni téged, tehát így megrajzol, valaki szépen illusztrál, és ez az egész történet könyven, hát, filmen. Tehát ez tovább tudna még élni. Nem csak fotókon. Igazad van a levegőben könyv, vagy valamilyen kiadás. Akkor, amikor benne voltam a sztoriban, nagyon akartam könyvet is, meg egy ilyen animációs rajzolt valami történetet, sőt, elkezdtem filmbe is gondolkozni, mert ugye ez a rengeteg éjjeli kamera felvétel, igaz, hogy nem jó minőségű, de a tartalma annyira jó, hogy a minőséget tudja felülírni. Plusz a képek, plusz a verkek, amelyeket utólag felvesszük, tehát, hogy ebből még akár ma is, hogyha energia, vagy nem tudom, valami értelme lenne a dolognak, akkor még lehet neki lehetne állni egy 20-30 perces kis filmecskét megcsináljunk, de hogy most egy angol kiadó keresett, hogy kellene ebből könyvet. Na most jelenleg itt tartunk ezen a fejlettségi szinten, hogy kellene ebből könyvet, hát hogy lesz ebből valaha, nem tudom, de érdekes a történet, mert hogy én már a történet végével azt szerettem volna elmondani, hogy az emberek, akik a sztereotípiákkal reagálnak a rókára, hogy ezt változtassam meg egy picit, mert nálam mindig van egy ilyen misszió, hogy tök jó, hogy szép anyagot csinálunk, de a fotó az egy médium az üzenetek meg a gondolatok átadásában. És az, hogy jaj, vigyázz, veszed, meg hogy jaj, tyúkokkal baj lesz, meg hogy azt írtani kell, mert az vadállat, meg hogy kártevő,
ebből én semmit nem tapasztaltam. Se nem kártevő, se nem vadállat, se nem viszi a tyúkokat, vagy illetve persze elkapja, de ugyanúgy a nyuszit is, mint a fácánt, és akkor tyúkot ismerő nem azt nézi, hogy ez az embernek a bekerített valamije, hanem nekem a hat gyereknek enni kell, én megyek. Hát most nincs rajta a tulajdoni lap. Szóval a veszettségre meg az elmúlt 10 évben nem volt Magyarországon veszettségi eset. Tehát, hogy ezek annyira sztereotípiák, uh-huh. hogy én ezeket be is építettem az előadásaimba, mert így a Roxival úgymond rócsózok, uh-huh. iskolákba, művházakba be szoktam mutatni a verket, meg így a történetet elég szórakoztató módon, és akkor ezeket elmondom, hogy fiúk, lányok, azért ez nem így van, és eddig ez úgy számolt, hogy durván 2000 ember volt az előadásokon, akkor már 2000 embernél egy picit, ha megváltoztattam a dolgot, akkor már megérte. Hát köszönjük, hogy minket is edukáltál. Igen. Itt ebben az elmúlt bő 3/4 órában. Nem, és az, hát nem az volt külön, a szándék, de... De nagyon hasznos de is volt, amellett, hogy mondtad, hogy szórakoztató módon tartod. Igen. Az előadásaidat. Ezt mi is nagyon élveztük, a legnagyobb tisztelettel tudom mondani, és az külön boldogság, hogy egy háborús osztrák film kapcsán, Adrian Goiginger, a Róka című filmje kapcsán tudtunk beszélni és föleleveníteni ezt a fantasztikus világsikert jelentő munkasorozatodat, aminek ki tudja, hol a folytatása, vagy mikor jönnek majd a mókusok, meg a medvék például. Köszönjük, hogy itt voltál, és... Hát szerintem, amit lehetett, azt mi most megtudtuk itt a szűkös időkeret ellenére is, úgyhogy még egyszer itt csak a köszönjük, köszönet. Hogy eljöttél, én azt javaslom a kedves hallgatóinknak, hogy aki teheti, egyrészt nézze meg a filmet, a Róka című filmet, keressen rá a te fotósorozatodra. Vagy menjen el valamelyik kiállításodat megnézni a tavaszi hónapok valamelyikében. Valahol igen, majd lesz, most jelenleg nincs kiállítás, de online, ha bírják a nevemet és a Roxy, akkor jönni fog rengeteg kép. Azt hiszem, hogy egészen különleges történetet hallhattunk itt ma. A film, bevallom őszintén, nekem nem annyira tetszett, de azért akkor hagyd kérdezzem meg zárásként, hogy neked inkább a Dűne típusú gigaprodukciók, nagyháborús történetek, vagy ez a szokatlan, de talán szívhez szólóbb megközelítés tetszik? Mindkettőben van szépségérték, de hát most nem nagy titok, hogy a Dűne, ez a gigafilm, ez nyilván közelebb áll hozzám, de az se az én műfajom. Majd egy másik beszélgetésbe kibontjuk ezt. És hogy ez melyik film lesz, ezt csak akkor tudjátok meg, ha feliratkoztok és követitek a Honvédelmi Minisztérium és a Magyar Honvédség közösségi médiás platformjait. Köszönjük szépen a mai figyelmeteket, sziasztok!